Napfény, tengerpart, ha ilyen tájról álmodik, lassan csomagolhat. Görögország elindítja a turista szezont, az egész évben nyitva tartó szállodák már június 1-én, kinyitnak a többi hotel pedig június 15-én. Júliustól a charterjáratok is beindulnak a nyaralóhelyekre. A kormány csökkentette a közlekedési jegyek, a kávé és az italok áfáját is. A görög miniszterelnök közölte, a beutazóknak nem kötelező a koronavírus teszt, de tesztelhetik a látogatókat, és be kell tartani az egészségügyi protokollt, anélkül, hogy ez árnyékot vetne Görögország napsütötte szépségeire. Az uniós turisztikai miniszterek vállalták, mindent megtesznek az európai turizmus gyors és teljes helyreállítása érdekében. Az ágazat adja az Európai Unió GDP-jének tizedét. Olaszország is készül a nyaralók fogadására, június 3-án megnyit az összes repülőtér, a belföldi és a nemzetközi járatok előtt is. Valamint a szállodák zöme is várja már a vendégeket. A valódi fordulópont határaink megnyitása lesz, akinek az ügyfelei 60%-ban külföldiek, fontos tudnia, mikortól érkezhetnek a vendégek, mondja az egyik szálloda menedzsere. Az Európai Bizottság a múlt héten javasolta az utazási korlátozások fokozatos feloldását. Franciaország egyelőre csak az indokolt esetben történő beutazást engedélyezte külföldről. A strandok megnyitottak, de a napozás, fürdőzés még tilos. A szlovén kormány 200 eurós belföldi utazási csekket tervez adni minden egyes állampolgárának, ezzel ösztönözve a belföldi nyaralást a külföldre utazás helyett. Spanyolországban régiónként eltérő ütemben oldják fel a korlátozásokat, valószínű, hogy a szigetekre, így Majorkára is hamarabb utazhatnak külföldiek, mint a nagyvárosokba. Barcelona csupán néhány napja nyitotta meg parkjait, strandjait saját lakosai előtt. Az egyik hölgy azt mondja, hogy rácsodálkozott, mennyivel hangulatosabbak az itteni strandok így, hogy kevesebben vannak. Eddig ő inkább a Costa Brava vagy a Costa Dorada fővenyeire járt ki. A spanyol kormány is támogatja az ágazatot, de az összes nyaralóhelyen elvárja a távolságtartás és a higiéniai szabályok szigorú betartását.